Lendülettel kezdtem, az ASE szolnok összecsapást a házigazda. Nem feltett kézzel várták a címvédőt Pakson. Olyannyira nem, hogy az első negyedet 18-14-re hozták is a fehérmezes paksiak. Három etapon keresztül partiban is voltak. A 27. percben 44-44 volt az eredményjelzőn. Majd az utolsó 10 percre elfogyott a hazaiak ereje, és fokozatosan elhúzott a listavezető Olaj, aki végül 76-63-ra hozta is a találkozót. Az atomerőmű több sebből vérzett. Olyan meghatározó játékosokat kellett nélkülöznie betegség és sérülés miatt, mint Norfleet, Medve Máté és Horváth Kristóf. Így rövid volt a paksi kispad. Fiatal játékosok is bevetésre kerültek, úgy, mint az alig 19 éves Kalmár Viktor. A jól megtermett ifjonc első NB1-es meccsén 7 perc játék lehetőséget kapott, és azt a feladatot, hogy a rutinos válogatott centert, Tóth Ádámot semlegesítse. A végrehajtásért keményen megbirkozott a palánk alatt, melyet vehetünk akár szó szerint is. Megmondom őszintén, én ugye már elég régen Pakson vagyok, és mikor 13-14 éves voltam, mindig az ő játékát figyeltem, próbáltam ellesni tőle dolgokat, és számomra ez egy óriási élmény, illetve egy lehetőség volt, hogy ellene pályára léphetek, és ezért nagyon hálás is vagyok Béla Bának. Köszönöm szépen, hogy bizalmat szavazott nekem. Schmidt Béla a vereség ellenére elégedett volt játékosai teljesítményével. Először is gratulálnék Szolnoknak, teljesen megérdemelten nyertek. Kezdjük a Viktorral, tényleg eltervezett szándék volt ugye itt a hiányos rotáció miatt, hogy be fogom forgatni, és azt hiszem maximálisan helyt áll. Tényleg nem ijedt meg, fizikálisan is nagyon kemény testi munkát végzett az ellenfeleivel szemben, tehát abszolút pozitívan értékelem. Itt látszik, hogy azt hiszem a jövőben számíthatunk rá. Hát a mérkőzéssel kapcsolatban nem szeretnék nagyon itt a problémáinkkal foglalkozni. Mindenki tudja, mindenki ismerte. Úgy gondolom, hogy a maximumot kihoztuk a mérkőzésből. Második fél időben kezdtünk fáradni, nyilvánvaló kreatív játékosainkból fogyott az energia, és ez nagyban rányomta a bélyegét a meccsre. Hibáztuk az üres helyzeteinket, a külső dobásokat. És ezt ez a csapat ez olyan, hogy ezt megbünteti, és tényleg és a végén már kidomborodott a két csapat közötti, mint az egyéni, mint pedig a csapatjátékbeli különbség is. Tehát még egyszer gratulálok az ellenfelünknek, de ettől függetlenül hozzáteszem, hogy ez egy jó kiindulási alap a mi csapatunknak is a jövőre vonatkozóan. Az ASE legközelebb a hétvégi kaposvári bajnoki után február 14-től a győri Audi Arénában a Zsíros Tibor Magyar Kupa 8-at döntőben szerepel majd.